Tyukodi László népi faszobrász évtizedek óta álmodja fába a kun arcokat, pásztorokat és István király alakját. A tavalyi év azonban alkotói szempontból, ahogy fogalmazott, borzasztó nehéz volt számára. Mindössze egy turkevei kiállításon mutatkozhatott be, s a karcagi Jókai úti óvodába vitt el gyerekeknek pár kisebb szobrot. Tyukodi László kifaragta Szent István szobrát. Munkája azonban mára az ország sok településén láthatóak, míg volt lehetősége, szívesen vett részt alkotótáborokban, ahol sokat tanult az erdélyi és felvidéki mesterektől, akikkel főleg a Dunántúra készítettek szobrokat. Közben megjött ez a felkérés, lejött egy olyan ember, aki hát engem igazán meglepett, mert honnan, hát nagy Pest megyéből ugye, hallotta, hogy illetve van ott egy rokon a feleségemnek, és az mondta biztosan neki, hogy én mit csinálok. És rögtön lejött, mert kisújjon van az anyósa, ott lakik, és akkor azt mondja, átjöhet ide, átjöhet, megnézte, miket csinálgatok itt a kiállítóterembe. És mondta, hogy mi kellene neki, hát hajrá. Megmutattam egy jó pár István király szobrot, amit Zalában, meg az országban nagyon sok helyen csináltam meg. Hát vagy 5-6 biztos. És nagyon tetszett neki. Attól, hogy népi. Mondtam neki, hogy azért ez népi, mivel hogy nekem ez nem szakmám. És annál jobban örült neki, mert ez sokkal jobb, mint a nagyon kidolgozott valamik. Ő neki jobban tetszett. Örültem én is neki, végre valami. Szívesen adja át tudását a gyerekeknek is. Amíg lehetett, rendszeresen ment Gyöngy ékszerkészítő feleségével óvodákba, iskolákba, városi rendezvényekre, ahol a gyerekekkel közösen faragtak, vagy épp gyöngyöt fűztek. Tavaly erre egyetlen alkalommal volt lehetőségük a vírusjárvány miatt. Az év vége azonban mégis sikeresen zárult Tyukodi László számára, ősszel ugyanis megkereste Monori erdő polgármestere, mert hallott munkáiról. A fa magasságát, én mindig úgy szok, még a polgármester is azt mondta, hogy körülbelül olyan magas lesz, mint ő, hogy már ő látta ezt a kőrisfát, mondom már, hogy milyen fa is, és ahogy lehozták rögtön, hát már is rögtön belekötöttem, mert ugyanis úgy nőtt a fa ilyen csavarba. És tudod, az egyik vége keskeny, a másik meg vastag volt. Most hogy csináljam meg, Istenem? Hát nem, azért nem ott van, hogy csak cseréljük ki gyorsan, de azért hozzáfogtam, és akkor variálgattam szépen. Hát szépen úgy, ahogy elindult. Hát ha látnád az első indulásokat, elvett a kedvem, abba is hagytam. Ugyanis belülről be volt rohadva. Te jó Isten, fekete volt, gondolhatod. Örültem most, hogy végre van egy jó kis melom, én meg itthon, nem kell mennem össze-vissza, hát ki nem örül ennek. És akkor mondom, gyerünk, variálom. És elkezdtem variálni. Mondom, a magasság az pont annyi, amikor a téglára ráállt, és a téglán felül, hát az ember az annyi, mint én, olyan, mint én, akkora. Direkt úgy csináltam, hogy egyikre se hasonlítson. Tehát megvannak a fotók a többiről is, de egyikre se hasonlítson. Rajzolgattam én egy csomót, vagy 5-6 dolgot, és azt mondta az a Pali, hogy, illetve Béla, hogy jó lesz ez. Megnézte a bemutató termében lévő szobrait, munkáit, és ez alapján megrendelte tőle a Szent István szobrot.